Szervusztok, gyerekek! Ma egy nagyon szép történetet hallgathattok meg egy pékről, aki csak tortákat készített. Tartsatok velem! Piros cipellő. Élt egyszer egy skóciai faluban egy pengőcske nevű pék. Igen ügyes pék volt. Olyan gyönyörű tortákat sütött, hogy másolyat nem is tudott. A falu másik két péke sütötte a kenyereket, ő csak a tortákat készítette. Pengőcske ügyes volt, nagyon ügyes, de bizony égtelenül lusta. Olyan lusta volt, hogy néha még azt is hagyta, hogy a kemencében kialudjék a tűz sütés közben, mert arra sem vette a fáradtságot, hogy a tűzre rakjon, vagy kicsit megfújja a lángot. Na, de nem csak ez volt a hibája. A fukarságát is jól ismerte az egész falu. Senki sem mert szívességet kérni tőle, mert ha a pengőcskének valami kis haszna nem származott a dologból, akkor bizony egy ujját sem mozdította. Történt egy nap, hogy pengőcske sütött 3 tortát. 2 eladott délelőtt, ám a harmadik a kirakatban maradt, s késő délutánig senki sem akarta megvenni. Arra járt egy vándorcipész, aki az üzlet előtt így kiáltozott. Cipőket javítok! Jól dolgozom, kinek kell megsarkalni a cipőjét? Olyan lesz, mint újkorában! Hogy kerül ide ez az ember? Gondolta magában pengőcske. Ki tudja, honnan jöhetett, de különben is. Mit érdekel ez engem? Nincs is javítani való cipőm. Kikukucskált az ablakon át, hát látja ám, hogy a cipész mohón lesi a kirakatban díszelgő tortát. Kis idő múlva be is lépett a bolt ajtaján. Van-e javítani való cipője? Olcsón dolgozom, és árut is elfogadok cserébe, nem csak pénzt. Például azt a tortát. Szóval, megsarkaljam a cipőjét? Ne, felelte pengőcske fagyosan. És ha egy szép új cipőt adnék cserébe a tortáért? S már húzott is elő a zsákjából egy szép pár piros cipőt. Pengőcske megnézte a cipőt, bizony szép volt, de a pék nem szólt egy szót sem. Lusti törpének készítettem, de aztán mégse kérte, folytatta a cipész, s egyre mutatta a cipőt pengőcskének, akinek mind jobban felcsillant a szeme. De bárkinek eladhatom később, gondolta magában pengőcske. A torta elromlik, ha sokáig itt áll, de a cipő bizonyosan nem megy tönkre egy hamar. Szóval... Kössük meg az üzletet! Kiáltott fel hirtelen, azzal már vette is ki a tortát a kirakatból, odaadta a cipésznek, az pedig átadta neki a cipőt. Pengőcske azon mód fel akarta próbálni az új lábbelit, és láss csodát! A cipő a legnagyobb meglepetésére úgy állt a lábán, mintha ráöntötték volna. Kinny! De boldog vagyok! Kiáltott fel hangosan pengőcske. Nyomban iszom is egy pohár bort, rágyújtok egy szivarra, s leheveredem a díványra, hogy jobban lássam a cipőm. Bezárta a boltot, és töltött magának egy kis bort, mikor a cipő hirtelen szorítani kezdte az ujját meg a sarkát. Egyszeriben erősen szűknek érezte a lábbelit. Jaj, mi történhetett? Jaj! Siránkozott a pék, és megpróbálta levenni a cipőt, de nem sikerült neki. Mintha bizony ráragadt volna a lábára. Hirtelen vékony hangocskát hallott lentről, a lába felől.
Hogyan zárhattad be a boltot fényes nappal? Hát nem látod, milyen forró még a kemence? És a padlót hogy-hogy fel sem söpröd? Végezetül a hangocska egy dalt dúdolt. Most szaladj és meg se állj, táncolj seprű fakanál. Fuss, szaladj és meg se állj, táncolj seprű fakanál. Cipő pedig már annyira szorította a pengőcske lábát, hogy a szerencsétlen pék alig bírta elviselni a fájdalmat. Júj! No, és ha igaza van hangocskának, jutott eszébe, s megragadta a seprőt. A fájdalmas szorítás egyszeriben enyhülni kezdett, s ahogy pengőcske a padlót söpörte, úgy tűnt, mintha egyre tágulna a cipő. Mire pengőcske még a kemence zugait is kitakarította, a cipő olyan kényelmes lett, akár egy papucs. Most már igazán bezárhatom a boltot, s főzhetek magamnak egy finom vacsorát, gondolta magában. Bezárta a ház kapuját, s már épp elővett egy serpenyőt, amikor egyszer csak érzi ám, hogy már megint szorítja a cipő. Amint fájni kezdett a lába, megszólalt a kis hangocska is. Hogyan lehetnél egy olyan házban, ahol még be sincs ágyazva? A tegnapi piszkos tányérok is ott állnak még nagy halomban a mosogatóban. Azzal énekelni kezdett. Hús, szaladj és meg se állj, táncolj seprű fakanál. Hús, szaladj és meg se állj, táncolj seprű fakanál. Pengőcske rögves tudta, mit kell tennie, s még serényebben kezdett dolgozni. Fél óra kellett csak, vagy egy kicsit több, s csillogott, villogott az egész ház. A cipő pedig ismét nagyon kényelmes lett. Mikor a pék aludni tért, könnyűszerrel is ki tudott bújni belőle. Pengőcske mélyen aludt. S másnap reggel, mikor felkelt, a régi csizmáját akarta felvenni. Ám a piros cipellő, hórok, a lábára ugrott. Pengőcske akárcsak az előző napon szép nyugodtan megsütött 3 tortát, s délelőtt már el is adott 2. Délben azonban a boltba lépett egy öreg nénike, aki fokhagymát árult. Oda lépett a pulthoz, és azt mondta. Szeretnék 2 szeletet abból a tortából, amelyik a kirakatban van. Azt már nem, felelte barátságtalanul pengőcske. Vagy az egészet, vagy semmit. De nekem csak 2 fillérem van. Nincs annyi pénzem, hogy az egészet megvegyem. Értem én, öreg anyám, ha hogy ne érteném? Csak úgy megdobhatnám ki a maradék tortát, ami ott marad a kirakatban. Hát, ahogy ezt szavakat kimondta, érezte, hogy a cipő egyre szűkebb, még annál is szűkebb, mint amilyen az előző nap volt. Meghallott egy kis hangot. Szégyeld magad, kapzsi ember! Adj neki 2 szeletet, majd elfogy a többi is. Azzal elénekelt egy újabb dalocskát. Vágd, szedd, adjad, adjad már, kap tortát, ki erre jár. Vágd, szedd, adjad, adjad már, kap tortát, ki erre jár. Mivel pengőcske nem bírta tovább a szörnyű szorítást, hirtelen így szólt a nénikéhez. Nem bánom, adok 2 szeletet. S már nyújtotta is neki a süteményt. Az öreg asszony megköszönte, kifizette a 2 fillért, s elment. A piros cipellő engedett a szorításon, lassanként megint kényelmes lett, de még nem egészen. Pengőcske megpróbálta egy kicsit meglazítani.
de nem sikerült. Abban a pillanatban épp 3 kisgyerek ment el a bolt előtt. Pengőcske fogta magát, s behívta őket. Kértek egy szelet tortát? Kérdezte, de meg se várta, hogy válaszoljanak, már vágott is nekik 3 hatalmas szeletet. A gyerekek tágra nyílt szemmel álltak, szóhoz sem jutottak. Pengőcske a kezükbe adott 1-1 nagy szeletet, a gyerekek pedig elfutottak, még köszönetet sem mondtak, nehogy Pengőcske meggondolja magát, s a végén visszavegye tőlük a tortát. Pengőcske szívből nevetett, s arra gondolt. Este megeszem a maradék tortát. A bolt tiszta, a lakásom is. Igazán elégedett vagyok. Nem is fájt többi a lába, sőt, úgy tűnt, mintha a cipő masszírozná. Meleg volt és kényelmes. Mikor este lefeküdt, szinte sajnálta, hogy le kell vennie. Másnap jó korán felkelt, mert nem csak tortát akart sütni, hanem apró süteményt is, amit a gyerekek annyira szeretnek. Ki tudja, ki bukkant fel a boltomban, gondolta magában, s a 3 gyerekre gondolt, akik előző nap jártak nála. Felkelt az ágyból, kereste a piros cipellőt, de sehol sem találta. Átkutatott mindent, még a kemencébe is benézett. De hiába. Másnap és harmadnap sem találta a cipőt. Néha érezte, hogy bizsereg a lába, csak emlékeztette a szorításra. S a dalocska is a fülében csengett, de soha többet nem látta. Sem a cipőt, sem a cipészt. Ám Pengőcske attól fogva nem lustálkodott többé. Nagy lelkűbb lett, és sokkal